A levegő felmelegedése. Hogyan melegszik fel a levegő? A levegő felmelegedésének folyamatához szükségünk van egy energiaforrásra, ez a napsugárzás, szükségünk van egy közegre, amely felmelegszik, ez a levegő, szükségünk van egy közvetítő közegre, ez a földfelszín, illetve a felmelegedett levegő, áramlása, a tengeráramlások, illetve a levegőáramlások során szintén fontos tényező a meleg levegő elterjedése szempontjából, de a Földön milyen területekre jut el ez a hőmennyiség. A felmelegedés energiaforrása a nap. A napsugárzás, amely különféle hullám tartományokból áll, számunkra a legfontosabbak, az infravörös sugárzás, ami egy hősugárzás, hosszú lámú hősugárzás, a látható fénysugárzás, valamint az ultraibolya vagy ultraviola sugárzás, ami egy rövid hullámú besugárzás. Ez a sugárzás eléri a légkör külső határát, és itt egyből visszaverődik a légkörről a sugárzás, mint egy 30%-a. Tehát az eredeti energia mennyiségnek egy jelentős része, mintegy 15 százalék, amely besugárzásként belép a légkörbe, a légköri gázokon, felhőkön, úzon rétegen, vagy visszaverődik, vagy elnyelődik, de összességében a látható sugárzás jut tovább a földfelszínre jó részt, és gyakorlatilag elérve a felszínt, a felszínt közvetlenül felmelegíti. A légkörben elnyelődött, mint egy 15 százaléknyi sugárzás mennyiség, szétszúródik úgymond a levegő részecskéken, és ez okozza a szórt fényt. A beérkező napsugárzásnak tár mint egy 50 százaléka ér el a föld felszínét, és a föld felszínét közvetlenül melegíti fel, A földfelszín átveszi ezt a hőmennyiséget, majd kisugározza, és Alulról felmelegíti a levegőt. Tehát a levegő nem közvetlenül a besugárzás hatására melegszik fel, hanem a földfelszín, mint közvetítő közeg segítségével alulról melegszik fel, és mivel meleg levegő felfelé száll, ezért gyakorlatilag a magasabb régiókba is érzékeljük ezt a meleget. De az is fontos, hogy ahogy haladunk fölfelé, Egyre csökken a levegő hőmérséklete. Tehát van egy rövid hullámú besugárzás, ami elnyelődik, és utána pedig ez hővé alakuló, egy hosszú hullámú hősugárzás van, ami kifelé áramlik, és elvileg akadálytanul távoz.